Most rövid pihenő után újra itt vagyok, és elterveztem valamit, hát meglátom, mi lesz belőle, oké? Megkeressük a megfelelő fűszert. Igen. Vagy a brassóit fogom használni. Magyaros, mélyből mustáros fűszer. Ünnepi sült. Itt láttam valahol. Oldalas, ez az. Igen. Tehát a oldalast és a... És vagy sertéssült, vagy pedig a... sertéssült. Abból van kettő is. Vagy abba... Még eldöntöm. Még el kell döntsem. Egyelőre ide kirakom, hogy lássam őket. Aztán majd menet közben. Brassói, brassói, sertésült, sertésült, és az oldalas, igen. Jó. Sőt, még itt van a magyaros is. Hát, majd közben. A gyerekek, mit fogok csinálni? Hát, először halvány gőzöm nem volt, még reggel, amikor elkezdtem, hogy mi lesz ma a kaja. Aztán úgy szép lassan megnéztem, hogy hát mi van itthon. Kicsit ki akarom üríteni a hűtőket, mert elég sok minden össze lett vásárolva, és hát nem akarok rávásárolni addig, amíg hát megfelelőképpen én úgy gondolom, hogy ki nem ürítem a dolgokat. Jó. Tehát itt bejövünk. Na várj, ez majd kicsit bátrabban, igaz, gyerekek, ezzel. Úgy van. Igen, és akkor itt azt hiszem, itt végig tudok jönni. Ez az. Jó. Ugyan. Ez sikerült, úgy látom. Jó, és akkor így a... Hát ezt leveszem, ezt mindig leszoktam. Hát, akkor még egyszer. Elég szaruljon le róla most. Na, ha nehezen is, de megszabadultam tőle. Hát így. Bordát ugye feldarabolom.
Itt mehet. Alright. Hol van a csontocska? Itt van. Oké. Tehát. Ez egyszer itt megvan. Jó. Folytatjuk az étel előkészítését, kérem. Nem vágom túl picikre, csak így. Így ekkorákra. Jó. Ebben egyet értettünk, ugye eddig? Nagyjából ugyanakkorákra, krumplit is. Megnéztem, ez a Santoku két család, Santoku sorozat, ez a kés, az annak egy tagja. Ez idáig rendben is volna. Na most, magyaros fűszeres. Fűszersó. Jó. Micsoda illat. Most pedig az oldalas. Fűszerkeverék. Da-di-da-di-da-di.
Gyerekek, hosszú munkaidő van mögöttem, megint júj, untam már magam nagyon. Jó, nem is kell rá minden, úgy látom. Jó, kiegészítésképpen. Kevés bors. Nem is teszek, csak ennyit. És ugyancsak ugye fokhagyma. Granulátum. Ebből sem kell túl sok. Azért az mondjuk nem roncsa el fokhagyma. Igaz? Az nem szokta elrontani. Jó. És én azt hiszem, hogy így meg is felel az egész. Az elvárásoknak. Be is fér, gondolom. Jó, és akkor ezt a porcosokat is persze, hogy kisütjük. Na gyerekek, ez itt kész van. És itt a végén van egy dolog, amit én még sosem próbáltam, viszont már nagyon sok esetben láttam a koreai recepteknél is, meg a németeknél főleg, ott főleg. Egy ilyen megoldás, hogy a paradicsomot tehát lefedik paradicsommal az ételt. Ugye? És tulajdonképpen ez aztán majd ez bocsát ki magából ugye vizet, ahogy sül. És hát ugye a savak nem nézett ki rosszul, megmondom őszintén, amikor kész volt. Úgyhogy most kipróbálom. Egy biztos, hogy el nem rontsa. Így van, gyerekek? Miért rontanál? Tamás ki esetleg próbálta, írja be, jó? Hogy ő már csinált ilyet. Paradicsomos dolgot. Mi magyarok a sült paradicsomért nem vagyunk oda. Nagyon sok ország receptjét láttam már, és rendesen megsütik a paradicsomot, gyerekek. És mint önálló, meg köretként is. Meg a megsütött paradicsomot. Még amerikaiak is, a barbecue-oknál, egyszerűen megsütik. Jó. All right? Jó néz ki? Jó. Talán 250 Celsiusra gondolok, 2-2-2-20, így. 350-375 Fahrenheit, és hát egy jó órát fogom így. Azon gondolkodtam, hogy tegyek-e alá vizet, de szerintem nem kell. Nem kell, mert elég, hogy mondjam, a húsból is jön ki. Zsiradék, meg a paradicsomból jön ki, ez a víz, a hagymából is, úgyhogy... Tudja a fene. Just in case tegyek bele. Egy keveset. Szoktak. Így. Hát csak mégis. Jobban párolódik a hús. Nem szárad ki annyira. Talán. Ja, egy ennyit mégiscsak. Jó, gyerekek? Tehát 220-250 Celsius, és egy óra. Right. Na, megnézzük, jó?
Mi van? Mi nincs? Wow. Egy húst akarok megnézni, mennyire puha. Hát ez még nem jó. Ez még nem jó. Úgyhogy vissza. A gyerekek, 2,5 óra letelt. Évi lebontsa, már nem akarom fölvenni a fejemre a kamerát. Wow. Na nézzél meg egyet. Igen. Tedd ide ki a tetejére. Szerintem ez már jó. Jó hogy a csont kijön belőle. Kiállt. Kijön? Persze. Jó, és akkor egy begőzösödött a kamera. Egy ízlelést is szeretnék. Oda néz. Nem is kell kés hozzá. Fiam. Jó lesz? Uh-huh. Mutasd azt, hogy hogy omlik. Oda néz. Omlik széjjel a számban, mint a számban. Nézd, az milyen, mi van ott? Az mi az ott? Az a kis állat. Ne beálltad a kezed. Na. No. Mire vagy kíváncsi? Egyem meg itt. Érzi az illatot. Majd nagyon picit kapsz belőle, jó? Most adtam neki. Hát annál többet. Ennyit. Figyelj! Mondjam azt, hogy tökéletes? Nagyon finom. Mondom. Mert az. Finom lett. Nézzük meg Kokó mit mond. Megjön meg, hogy várja. Azt mondja, that's it? Ennyi? Jó. Nincs több? Nope. Már nem rakjuk vissza, ugye? Le. Már nem kell visszarakni oda, na? De le kell takarni. Takarjuk már el. Nem azt mondom. Azt mondom, hogy nem pirítsuk rá a paradicsomot, semmit, ugye? Nem kell. Vissza a tetejét, az kész. Ja. Hát gyerekek, köszönöm, hogy végignéztétek a videót. Nem tudom, hogy egy videó lesz-e, vagy kettő. Mindenesetre 3 napra megvan a kaják. Végesen. Ehhez én ilyen zöldségköröteket képzelek el. Brokkoli, egyebek, hogy valami... Meg még ott a karfiolós. Ott a krumpi püré, amit csinálta abból vagy is. Vagy püré, hát ahhoz az még a izéhez lesz a maradék püré a tokányhoz. Úgyhogy, hát hónap nem tudom, mit filmezek. Majd valamit. A rá gyerekek, köszönöm, hogy végignéztélek, és hát most... megyünk Évibe, végignézzük a híreket. Holnap le tudnád filmezni, hogy a kimész a fejedre... kerti munkát? Fejedre rátesz. Ahogy gereblézek? Hát lehet. Hát az is egy téma. Kokó meg jön segíteni. Mondjuk nekem. Az az igazság, nem nagyon gereblíznék, mert most tettem rá a műtrágyát, és ha összegereblízed, akkor a műtrágyát is. Jó, gyerekek. Még egyszer köszönöm, végignéztétek türelemmel ezt a rossz kedvű videót. Hát, ilyen a világ most. Jó egészséget kívánok, és békességet. Maradunk tisztelettel, Jani bácsi, Floridában. Bye-bye.